Középpont. Minden hétköznap 10 órától 12 óráig itt a Hit Rádióban. 1868-an haltak meg 2000 és 2018 között, akik olyan emberek, akik a terrorizmus áldozatai voltak, méghozzá vagy az EU területén, vagy európai állampolgárként az Európai Unió területén kívül. A terrorizmus lesz ebben az órában a témánk. Első vendégünk Ince Nikoletta, a politikai iszlám tanulmányok központjának kutatója, aki itt van a vonalban. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Szép jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. No, a terrorizmusról beszéljünk, és az indítékokkal kezdjük, hogy vannak-e a terrorizmusnak indítékai, vagy ez egy megmagyarázhatatlan őrültség, és egyszerűen nem is kell foglalkozni az indítékokkal? Nagyon érdekes kérdés, hiszen a terrorizmus vizsgáló tudományok pontosan ezeket az indítékokat vizsgálták korábban is, hogy mennyire irreális, ugye ezért is terrorizmus az elnevezése. Én kicsit ahhoz a témához irányítanám át a kérdést, amiben én leginkább szakértő vagyok, és ez az iszlám dzsihadizmus, ugye a dzsihád, amit valójában terrorizmusnak is szoktak hívni, de nagyban különbözik a hagyományos terrorizmustól, mivel egy nagyon komoly ideológiai alapja van. És hogyha azt nézzük, hogy dzsihád támadásokban mondjuk mennyien haltak meg az elmúlt időszakokban, és nagyon érdekes egyébként, hogy a legtöbb esetben, amikor terrorizmusról szóló statisztikákat olvasunk, akkor ezeknek a többsége az egy dzsihád merénylet volt. Uh-huh. És ugye onnan tudjuk, hogy dzsihád merényletről van szó, hogy a gyilkosság, vagy az öngyilkos merénylő, vagy a késelés, vagy tehát konkrétan a merénylet pillanatában elhangzik az a csatafelkiáltás, hogy Allahu Akbar, vagyis Allah hatalmas. És ez azért nagyon érdekes, mert hogyha az indítékokról kérdez, és tudjuk azt, hogy elhangzott az Allahu Akbar, ezáltal definiálható dzsihádként, akkor rögtön vissza tudunk menni 1400 évet a történelemben, és meg tudjuk nézni, hogy ki, mikor és miért használta ezt a csatakiáltást. És itt látjuk azt, hogy az iszlám alapműveiben, a hadiszokban, amely a Mohamed próféta életét és cselekedeteit foglalja egy gyűjteménybe. Ezekben a hadiszokban látjuk ezt gyakorlatot lefektetve, hogy mindig, amikor Mohamed a dzsihadista katonáival háborúba, csatába indult, akkor az Allahu Akbar kifejezés hangzott el. Tehát akkor elmondhatjuk, hogy Mohamedtől származik ez a kifejezés? Igen, és ez egy nagyon fontos szempont, amit látni kell, hogy amikor arról beszélünk, hogy terrorizmus, és ilyen szavakat használunk, hogy szélsőséges, radikális, iszlamista, akkor kifelejtjük azt, hogy megnézzük, hogy egyáltalán honnan ered ez a dolog. És azt szokták sokszor mondani a politikai korrektség okán, hogy hát az iszlámnak ehhez semmi köze. Ez ugye a vallási érzékenység miatt van így. Azonban, hogyha az iszlámot megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy ennek egy jelentős része az alapműve, amiből az egész rendszer felépül, ez nem pusztán egy vallás, ez egy komplex civilizáció saját politikai, hadászati, katonai, jogi rendszerrel, és ebből egyébként a hadászati rendszer az Mohamed próféta idejéből, életéből eredeztethető. Na most, ha Mohamed idejéből és Mohamedre épülve eredeztethető, akkor ugye nyilván az iszlám meg nem választható el Mohamedtől. Akkor elmondhatjuk, hogy Mohamed tulajdonképpen a terrorizmusnak valamilyen szinten, ha nem is ősatja, mert ugye nyilván ezt így nehéz mondani, de egy jelentős személye, akinek a személye inspirálta a terrorizmust? Meg kell érteni, hogy a dzsihádról, amikor beszélünk, akkor ennek doktrinális alapjai vannak, és az iszlám alapművei, ahogy Mohamed élete is, kettős. A kettősség abban nyilvánul meg, hogy vannak benne vallási, békés, akár költőinek tekinthető részek, ez Mohamed próféta idejéből vagy korszakából eredeztethető, a mekkai korszak, amikor ő elsősorban egy mondjuk úgy egy teoretikus személyiség volt, akinek látomásai voltak, és ugye Allahkal való kapcsolatát írta le akár költői nyelven is. A második korszaka az életének, a medinai korszak, az az, amikor ő
őt előzték meg Kábul, és az egyetlen eszköze arra, hogy ugye a hatalmat megtartsa, illetve azt a küldetést beteljesítse, amire őt Allah rendelte, vagyis hogy mindenkit a világon muszlimmá tegyen, és az iszlám váljon uralkodóvá, ehhez új eszközöket, új taktikát kellett választani. És ez lett az az időszak, amikor ő gyakorlatilag merényletekkel, gyilkosságokkal, hadászattal, katonai megszállással hódított meg területeket, és tett az iszlám alá, betette alá az iszlámnak, vagy tette az iszlámot uralkodóvá ezeken a területeken. Tehát mindig fogunk találni az iszlámban olyan dolgokat, amik pozitívak, és csak azt kell lássuk, hogy az ellenkezője is igaz lesz. Ezért azok az állítások, amik túlságosan fekete-fehéren próbálják leírni, akár a dzsihádot is, azok soha nem lesznek helytállóak. A dzsihád szó egyébként eredeti jelentését tekintve az Allah útján tett erőfeszítést jelent, vagy Allah ügyéért folytatott harcot. És van egyébként kétféle dzsihád, a kisebbik, a nagyobbik dzsihád, az alapművek úgy utalnak a nagyobbik dzsihádra, hogy ez egyfajta belső erőfeszítés, és például a böjtölés idején az önmegtartóztatás. Na most viszont van egy másik fajta dzsihád, ami az erőszakos dzsihád, és ez azt jelenti, hogy az iszlám alapműveiben látjuk, Mohamed élete is ezt példázza, hogy kettős erkölcstannal rendelkezik. A kettős erkölcstan azt jelenti, hogy egy egészen más bánásmód vonatkozik a nem muszlimokra, a káfirokra és a muszlimokra. Itt hadd kérdezzem meg azt, igen, hogy a terroristáknak azért alapvetően van valami fajta céljuk általában. Egy muzulmán terroristának azon kívül, hogy Allah Akbar, hogy ezt kinyilvánítsa, van célja? Igen, látjuk a hadiszokból, ugye Mohamed próféta életéből is, hogy ő rengeteg történetet mesélt, válaszolt kérdéseire a dzsihadista katonáinak, és megkérdezték tőle, hogy milyen fajta dzsihádban és miért jó részt venni. És azt mondta Mohamed, hogy aki a dzsihádban részt vett, az a paradicsomba jut. Tehát egy mennyei üdvözülés jár azonnal. Ez a személyes nagyon... cél, ezt értem, meg ugye erről, igen, sokat is beszélnek, de hogy mondjuk tehát miért hajtanak végre egy terrortámadást? Azért, hogy ők a paradicsomba kerüljenek, mert akkor az felrobbanthatja magát a sivatag közepén is. De miért teszik ezt úgy, hogy emberek halljanak meg? Az adott állam ellen harcolnak, valami ügyért harcolnak, vagy pontosan miért? Igen, a terrorszót egyetlen módon tudom most elfogadni, hogy a beszélgetésünk tárgya legyen, ez pedig maga a terror, ami félelmet jelent. A Koránban van egy idézet, és ez a dzsihád támadásoknak az egyik motiváló ereje is, hogy ültessetek félelmet, terrort a hitetlenek, a káfiroknak a szívébe. Na most ugye az iszlám alapvetően az alárendelésen alapszik, ez azt jelenti, hogy mindig is alávetésben van maga a muszlim is. A muszlim szó is azt jelenti, hogy Allah akaratának való alávetés, és az iszlám is ezt jelenti. Tehát avval konkrétan, hogyha ezeket a dzsihadista merényleteket nézzük, az a cél beteljesíthető, az a koráni idézet vagy vers, hogy ültessetek félelmet az emberek szívébe. És egyébként a halálos áldozatok számát tekintve ez egy 1400 éve rendkívül jól működő stratégia, hiszen most ugye egy viszonylag alacsony szám hangzott el a műsor elején. És én ugye látom, ez csak az Európára vonatkozó. Igen, igen, és én látom azt, amikor ezek a kérdések feljönnek társadalmi szinten is, akár egy menzai beszélgetésben, hogy nagyon sokak reakciója az, hogy jó, hát autóbalesetben sokan többen halnak meg. Na most nagyon fontos látni, hogy amikor egy komplex ideológia van mögötte, amiben benne van a személyes indíték, a paradicsomba kerülés, benne van az, hogy az iszlám Allah útján való erőfeszítést tenni, és ezáltal az iszlám uralmát a világ fölött elhozni, ami alapvetően ugye Allah által kinyilatkoztatott versekben a Koránban Mohamednek átadott utasítás volt, akkor innentől kezdve ugye ez egy politikai tettnek minősül. És ezért mondjuk mi azt, hogy az iszlám, a politikai iszlámnak a tanításai azok kifejezetten ezeket a dzsihadista tevékenységeket segítik elő, és egyébként a merénylet, a gyilkosság az csak a jéghegy csúcsa, mert a dzsihádnak nagyon sok más eszköze is van, és ilyen egyébként a pénzzel, a jogrendszerrel, a politikával való hatalomszerzés, ez mind-mind dzsihádnak
tekinthető. De a kérdésére visszatérve, hogy vajon mi motiválhat és miért fontos ez, rengeteg idézetet látunk a hadiszokban, amik arról szólnak, akár gyönyörű költői nyelven is, hogy nincs jobb a földön, mint a dzsihádot folytatni. Hogy aki a dzsihádban hal meg, az minden bűnétől megszabadul. Uh-huh. Ez azért nagyon érdekes, mert sok dzsihadista merénylő esetében, amikor arra hivatkoznak, hogy szélsőséges, extrém beteg ember volt, és biztos, hogy nem volt vallásos, hiszen drogozott, ivott, stb. Mielőtt a merényletet elkövette. Nagyon érdekes. Azok, akik elcsúsztak az életben, és mondjuk ilyen eszközökhöz nyúltak, amit egyébként az iszlám tilt, nekik van egy kiút abból, hogy a pokolba kerüljenek, ez pedig az, hogyha dzsihádban halnak meg. Tehát az öngyilkos merénylők minden bűne megbocsájtatik akkor, hogyha ugye a dzsihádban vesztik az életüket, és ezt is rengeteg Mohamed történetből ismerjük. Egyébként öngyilkosságot is fölmentett így Mohamed egy ugye kinyilatkoztatáson keresztül. Ince Nikoletta, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.